Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT sajtótájékoztatóján a vállalat vezetői számoltak be arról, hogy az Euratom előírásainak megfelelően bejelentették az Európai Uniónak a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbításának megkezdését. Kis Csaba, az MVM ZRT termelési vezérigazgató helyettese elmondta, a Nemzeti Energiastratégia eredményes megvalósításának egyik fő letéteményese az MVM csoport, sikereié pedig a Paksi Atomerőmű. Fontos célunk, hogy a nemzeti energiastratégiával és a karboncsökkentési kötelezettségekkel összhangban biztosítsunk energiát, fenntartva az ellátásbiztonságot. Az atomenergetikai kapacitások fenntartásával is szeretnénk bizonyítani a fenntartható jövő iránti elkötelezettségünket, ahol energiaszükségleteket úgy elégítjük ki, hogy közben nem veszélyeztetjük környezetünket és annak kényes egyensúlyát. A Paksi atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidejét eredetileg 30 évben határozták meg. A 2002 és 2017 között végrehajtott üzemidőhosszabbítás eredményeként a blokkok további 20 évre kaptak üzemeltetési engedélyt. A további hosszabbítás azt célozza meg, hogy a blokkok üzemidejét újabb 20 évvel kiterjesszék. Tájékoztatott Horváth Péter János, az MVM Paksi atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Hozzátette, jelenleg 412 atomreaktor működik a világban 300 ezer megawatt teljesítménnyel, ezekhez képest a Paksi 2000 megawatt teljesítmény nem tűnik soknak, de a kibocsátásmentes energiatermelés, illetve az energiastabilitás szempontjából óriási jelentősége van. A legfontosabb előny, hogy nem kell új erőművet építeni, vagy erőművi blokkot, egy már meglévő és működőképes létesítmény segítségével állíthatunk elő további 20 éven keresztül villamos energiát. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése, az elkerülhetetlen rekonstrukciók, fejlesztések végrehajtása arányaiban jóval kisebb beruházást igényelnek, mint bármely új erőmű építése, üzembe helyezése. Előnye, hogy a klímacélok teljesítését is támogatjuk. A régió foglalkoztatását továbbra is közel 4000 saját munkahelyel gazdagítjuk. Az atomerőmű további működtetése természetesen támogatást jelenthet a helyi közösségek és a társadalom számára is. A tervezett üzemidőhosszabbítás mind a négy blokkra vonatkozik. A projekt ütemterve szerint a környezetvédelmi engedélyek megszerzésére 2027-ben kerül sor. Az üzemeltetési engedélyeket megfelelő műszaki megalapozottság esetén 2032, 2034, 2036 és 2037-ben kaphatják meg a blokkok. Tájékoztattak arról is, hogy az Atomerőmű ZRT számára törvényben előírt két évi üzemanyagkészletet a jövő év folyamán 3 évnyire növelik. Ennek célja a bizonytalanság csökkentése, a folyamatos termelés biztosítása és az ellátásbiztonság növelése.